Üdvitt a City Rush-ban. Szervusz. Taxival érkeztem, nagyot fékeztem, kiszálltam, és rohadt magas vagyok. Zenét kikapcsoltam, és szevasztok srácok, üdvözöllek titeket a leges, legújabb városomba. Ez itt az én városom. Csörög a csirkecomb. Szevasztok, és üdvözöllek itt a következő Roblox kalandba. Én meg is pecintem az eredeti originál tutti juice-t, az eredeti koffeinmentes tutti fruttízi üdítőitalt vitaminokkal 2020 januárjától elérhető a piacon. Egészségetekre! Ennyi év után is üt az íze, és ha megcsináltuk gumicukorkában is, csekkoljátok le országszerte a kisboltokba, de elméletileg ez egy City Tycoon játék, az a neve, hogy City Rush Tycoon, és nem tudom miért vagyok ennyire magas, de a nevet már át kell írni, tehát hogy egyértelmű, hogy az lesz a neve, hogy Tutti City. Tutti City. Oké, mondom Tutti City. Nagyon jó. I'm here to help. Oké. Nagyon jó. Kell pár utca. De megijedtem. 33-ért tudok venni utca. Wow! Szóval ez olyan lesz, mint egy SimCity, csak kicsit egyszerűen. Nagyon egyszerűen. Oké? Okay. Ja, jönnek az autó. Ez olyan lesz, mint az a szőnyeg, ami gyerekkoromban volt és felülről látom. Szóval kell ház. Nagyon szép piros ház. Tetszik az, hogy így kajak nagyba felülről látod az egészet. Oké, okay. Minden 10 percenként megkapjuk a fizetést, 10 másodpercenként. Nagyon szuper, nagyon szuper, azt mondja, most plusz 222-ben vagyunk, 8 másodperc van, jön a következő paycheckünk, ojajaj, ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, három ház is, tűz, mit csináljak, ne pánikoljak. Oké, nekem kell eloltanom. Jéj, eloltottam a tüzet. Mégis elaluszi, nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Bocs. Fák. Nagyon jó. Mechanic shop. Oh, beindultunk. Have fun. Este lett. Jól meg van csinálva. Amúgy ki, hallod, itt van izé. Mr. President. Mr. President itt van a limuzinjában. Mr. President, don't go. Oh, Mr. President elment. Az helyette jött valami tragacs autó. Következő. Kék ház. Ez lesz a legjobb ház, mert kék. Szürke ház. Bungalló. Ez nem is bungalló ez a játék, nem ismeri a fogalmakat. Fák. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyen. Itt jön hamab. Hamab. Mit csinálsz itt hamab? Rablás van. Rablás van a bótba. Stop! Nem látom, mit kell csinálni, gondolom lenyomva tartani. Yay! Ez itt Hulk! Hamab az igazából Hulk! Piros ház. Szürke ház. Pálmafák. Afrika! Nagyon szép lett. Jó, azt mondja, hogy ide is fák. Ez a neighborhood itt nagyon-nagyon tetszik. Így reggel fél egy van, hajnalban, és nagyon csendesek itt az utcák a Tutti City-ben. Tutti City. Hamabnak akkora... Hamab, én így vagyok rád. Hamabnak már nagyon nagy a városa. Én ezt a helikoptert ki kell, hogy próbáljam. Robloxba, vagy Robuxba kerül. Mindig a legjobb dolgok Robuxba kerülnek, én úgy érzem ezekbe a játékokba. Itt valami jó nagy park, igen. Egy gyönyörű nagy park ide. Bejössz a városba, jön a Mr. President. És nagyon szép parkot lásson. Jaj, még van itt kis aranyos hotdog stand. De cuki! Mini hotdog stand. Itt mi lesz? Itt meg legyen egy supermarket. Ice cream shop. Ilyen nagy forróságban az se jó, rossz. Azt mondja, kis bungalló, fák, green bungalló. Nagyon megindultunk. Police station! Na, ez meg már kigyulladt. Hello! Nem lehetne firefighter-öket lerakni ide? Fák? Pálmafák? Narancsház? Figyelj már, ez sárga. Mit idegesítesz? Modern ház! Ez a gazdag környék? És miért csak a gazdagoknak jár játszótér, hm? Ez biztosan a gazdag környék, mert itt még medence is van. Ezeket a házakat nézd. Nincs is rá pénzem. Halad, annyira gazdag a környék, hogy nincs rá pénzem. Mindenki boldog. Kérdem én.
Mitől lennének rossz kedvűek ebben a városban? Mi történhet? Ú, aztán jön a következő intersection. Várjál, van itt ilyen rebirth. 165 more object kell, hogy rebirth-ölhessek. Szóval van egy nagyon szép tenger partunk. Van a gazdag környékünk, modern házakkal. Van középen egy ice cream shop. Ahova még senki nem parkolt, legyetek, már legyetek egy kis jégkrémet. Van egy nagyon szép parkunk, mini hotdog standal, ahol senki nem dolgozik. És kettő toy-toy budi. Hello. Aztán nehogy itt olyan business-business történjen. Jó, itt vannak házak, szép házak, itt van egy autó szerviz, az nagyon-nagyon fontos. És van a helikopter leszálló, amihez nem tudok hozzányúlni, mert Robuxba kerül. Na, de megyünk ide, még mindig nem állt meg senki a jégkrémboltnál. Én biztos, hogy megállnék a jégkrémboltnál. Jó, jön a következő útszakasz, ezt nézd. Mennyi ház lesz itt, amíg szemünk ellát? Coffee shop, nagyon jó, Starby. Starby épült, hallod? Starby gyönyörű nagy coffee maggal a tetején, ide ki tudsz ülni és nézd. A messze semmibe ellátsz, a habos hullámok tetején ugráló delfinek látványán kortyolott kávédat. Nagyon jó. Fire Station, végre! Starby mellé tökéletes a tűzoltóság. Nagyon jó. Nagyon jó. Sandwich shop, Subway. Ez mondjuk az van rá, hogy restaurant. Nekem az volt írva, hogy sandwich boat. Miért nem sandwich restaurant? Dekoráció. Egy kis kocsi a dekoráció. Bolondok ezek? Milyen dekoráció az? Modern narancsárga ház. Akkor ez még mindig a gazdag negyed. Gazdagon. Gazdagon negyed, red modern ház. Megint swimming pool. Figyeljen már ezeknek a gazdagoknak, mindig kell swimming pool. Mondjuk a Starby mellett lakni nem rossz. Rakéta kilövő. Mi vagyok én? Elon Musk? Ilumá. Pálmafák, az nem maradhat el. Úristen, mondom, nem vagyok Elon Musk. Azért az menő lenne az a rakéta állomás, de nem hiszem. Következő negyed építése, a város háza. Nem tudom, miért pont ide épül, az tök menő lenne ide a park mögé a város háza, de kíváncsi leszek, mi lehet majd ott? Szerintem egy bevásárló központ, de tippeljétek már meg, mielőtt odaérünk. Jó. Ó, barbershop. Itt vágják, gyönyörű hajam. Look at this. Music shop. Lehet venni gitárokat. Bam 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 pararararam bam pararararam. De nér nincs ráírva, hogy ez music shop, hop 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 hop. Jó? Úgy nagyon beindulunk. Bench, pad, minden. Hát nem bevásárlóközpont lesz itt, hanem gas station. Gáz station, ez nagyon gáz. Ez egy... Figyelj, ennek nem ide kéne esnie, hanem ide. Szerintem ez el lett rontva. Tudod, azok a táblák ide lent, rendre szoktak esni. Szóval megmondom nektek, hogy mikor tudunk rebirth-ölni. Még 141 több cucc van. Én viszont azt hittem, hogy azért... Na, itt lesz a pláza. Mondjuk ez ilyen amerikás stop-shop-szerű. Van itt Mega Mall. Ez a Mega Mall? Ez ekkora. Van itt Hentes. Obi. Billboard. Ez a billboard? Red Dead. Azt nem tudom, miért az van ráírva. Kék ház, piros ház. Shopping port. Azt a rohadt teget. De kérdem én. Oké. Okay. És most, tehát azt hittem, hogy itt legalább megépítjük ezt, és akkor tudsz állítani dolgokat, hogy mennyire ennek az adók, az útelágazása, útelágazása, nehéz szó, vagy érted valami, de nem. És csak így átsétálok rajta. Tehát miért jó, hogy én ezt megveszem 349 Robuxért? Ezen itt még végigmegyek, ezt az útszakasz, és akkor már gondolom a következő útszakasz jön. Ami úgy látom parkos terület lesz, de a pénzem is kezd nagyon fogyni. Ja. Hát igazából... Oh, valamelyik kigyúl. Hát de már van tűzoltó, hello! Nem megy a tűzoltó ilyenkor? Meg mi lesz, ha nem oltom el? Hát nem azért, mert nem szeretném, hogyha a kék ház leégne. Te érted? Tudok vásárolni. Aha, ennyit. Robuxból. Új, tudok fe... Na, erről beszéltem. Ez is Robux...
Jaj, gondolom ez is Robuxba kerül. Hú, srácok, nem tudom. Az elején nagyon tetszett az a játék, mert azt hittem, hogy majd tudunk valamit csinálni, de... Nem lehet oda elteleportálni? Át kell futnom. Úgy, itt ilyen gyorsan futok. Ez az elosztó itt. Szevasz. Nézzük már meg ezt a várost. Ez elég nagy. És érted, mindenkinek ugyanolyan lesz a városa, szóval minek építsen meg a sajátomat, hogyha itt van ez? Ugye ez a két sor megvan, és mi ugye most ezt a harmadik sort kezdjük. Aztán még fog ide épülni egy nagy Canary Wharf. A Business negyed. Ó, én leszek King Kong, mindjárt itt fel, valahogy sikerült itt felbagolnom az egyik épületre. Így nézek, figyelj. Így né. Empire State Building, meg minden itt van. Vidám Park rész hátul, teniszpályával, ez valami nagy bank. Ezek gyárak, tipik gyárépület. Ja, meg a Vidám Park. De még az sem működik. És amúgy ez ennyi, ez így ki van, szerintem ez így ki van maxolva. Egyedül a rakéta kilövő bázist, meg a izét nem vette meg oldalra. Na, látod, ezzel van a bajom. És most? És most mi lesz? My City? Vissza se tudok menni. Hát nem tudom, srácok. Jól néz ki ez a játék, de most így a másik embernek a izét megnézve... Nem tudom, hogy van-e értelme folytatni ezt tovább. Úgyhogy ezt döntsétek el, légy szíves ti a komment szekcióba. Elkezdtük itt a saját városunkat, de... Hát most még menjünk vissza. Pakoljuk le, amink van. Azt nézzük meg... Jaj, de megijedtem. Eltűnt minden. Úgy meddig jutunk-e, figyelj, itt a sugárúton beindul a gyorsaság. Még eső is esik. A grafika nagyon tetszik. Szerintem az nagyon jól néz ki. Ez visszafele megy, ez még erre. Ja, akkor itt automatice is oda vissza. Aha. Az nekem nagyon-nagyon tetszik, a grafika meg minden. Meg az ötlet is, csak miért nem tudom én irányítani ezt a várost, hogy mit, hogy, hova teszek le. Na ezt most, ezt a részt beindítjuk, mert aztán viszont jön az a modern negyed, ami azért jól néz ki. Pizzeria, frutti de mare, chef's heaven, bakery, ja ez ilyen izé rész. Ilyen, chef rész. És el is fogytunk. Ez mi, ez valami clothing, ez ruhabót a hölgyeknek. Na jó van, már megint valami ég. De mi lesz, ha nem oltom el? Na mi lesz? Amúgy eső van. Ócsa el az eső. A Starby kigyulladt! Hagyjuk leégni. Vajon leég? Szerintem nem. Szerintem nem fog leégni. Csak nem értem, akkor minek vegyem meg 249 Robuxért a tűzoltóautót. Mert nem fog vele semmi történni, csak max nem kapok pénzt addig onnan, nem? Na jó van. Amíg leégett a Starbucks. Oké, okay. Ja, rosszul érzik magukat a citizenek a tűz miatt, igaz? Arra eloltom. És jó kedvűek lettek, ja. Na jó van, srácok, szerintem megnéztük ezt a játékot, nem rossz, de nem is nagyon értem a lényegét. Ettől függetlenül lehet, hogy valakinek nagyon jó chilles szórakozás. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszenek ez a videó és jól éreztétek magatokat, akkor veressetek rá egy óriási lájkot. Ha nem, nyugodtan egy diszlájkot özörözvény. Ti vagytok a legeslegjobbak és nagyon dankesön. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem és ne felejtjétek el. Csekkoljátok le a Tutti Juice-t országszerte, üdítőitalban és a Tutti Gummies Tutti édességben. Szevasztok!